Jelenlegi és egykori szenyériek is gyülekeztek a polgármesteri hivatal udvarán, hogy ünnepeljenek. Gazda Irma néni túl a 80-on, sorra írja verseit a településről is. Most díszpolgári címmel és egy emléktáblával tüntette ki a falu, még Krénusz József maga hozott ajándékot szülőfalujának egy könyv formájában. A fiatal férfi 1956-ban hagyta el az országot, s egészen Amerikáig vezette sorsa. Imádta az operát, ahogy mondta, nagy szerencséjére jegyszedő lett a New York-i Metropolitan Operában, majd nézőtéri figyelőként figyelte az előadásokat. Nem csak a közönséget, de a híres fellépőket is jól ismerte. Élményből pedig bőven akadt alsójában, köztük az a történet, amikor a híres karmester Tosca néni a kelet-európai művésszel Maria Jericával keveredett vitába. Ő nem akart... Nem volt kedve arra, hogy próbál, jöjjön, és a Toscanini azt mondta, madám, ide, próbálsz, hogy mi, én vagyok a sztár. Toscanini egy nagyon temperamentumos egyéb, azt mondja, a sztárok ott fönn vannak. Ennek két értelme van, azok mind meghaltak, vagy pedig ott ragyognak. 16.602 előadást figyelt a Medben töltött 40 év alatt, ebből kettő kivált kép emlékezetes számára. Bartók Béla jubileuma kapcsán műsorra tűzték a kékszakálló hercegvárát, ebben ő mondhatta el a monológot, s lépetett fel a színpadra. Elmondhattam ezt a 2,5 percet, úgy éreztem akkor, mert a Gázsim is sztár Gázsi volt akkor, ez az egy élmény volt. Előadásonként 4000 emberre kellett figyelnie a nézőtéren, ahol a színpadhoz hasonlóan szintén zajlott az élet. Hogy miként is? Ezt is megtudhatjuk abból a könyvből, amely élményei gyűjtötte egy csokorba, véli a kiadvány társszerzője. Megtudhatjuk, hogy hogyan működtek a jegyűzérek, hogyan működött maga az opera, és hogyan lett a New York-i Metropolitan Opera a világ leghíresebb operája. Ezt a távoli sokak számára elérhetetlen világot hozza el a könyv a szenyériek számára, akik méltán lehetnek büszkék szülöttjeikre. Ez a mai nap egy ünnep, és ugye mi azt szoktuk mondani, hogy az ünnepnek akkor van igazán nagy jelentősége, ha van kit ünnepelni. És szenyérben van kire felnézni, van, aki munkájával, kitartásával példa lehet az utódok számára. Ezt is ünnepelték a kisfaluban.